Miután befejezte a hiperventilálást, azt mondta, hogy be kéne állítanom egy hangrögzítőt alvás közben, hogy minden reggel lejátszhassam a munkahelyemen. Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ez rossz ötlet lehet. alvás közbeni beszélő vagyok. Mindig is az voltam. Ez bárki elmondhatja, aki valaha is egy házban aludt velem. A szüleim, a testvéreim, a barátaim és különösen az exeim. Ezen mindig nevettünk reggelente, mert a legtöbb dolog, amit mondtam, összefüggéstelen zagyvaság volt. Néhány híres mondatom közé tartozott: A túl sok helikopter van a medencében, és a léggömböm rosszul áll. Ez soha senkit nem zavart a környezetemben, a barátaim és a családom nagy részben élvezték is. Egy nap a munkahelyemen szóba került az alvás, a munkatársaim ide-oda dobálták a történeteket a legfurcsább álmaikról. Én is beszálltam az alvásról szóló bohózataimmal. Mindenki röögötte, ahogy elmeséltem néhány örültöbb szarságot, amit már mondtam, miközben aludtam. Az egyik munkatársam, Bill, ténylegesen kiakadt. Miután befejezte a hiperventilálást, azt mondta, hogy be kéne állítanom egy hangrögzítőt alvás közben, hogy minden reggel lejátszhassam a munkahelyemen. Őszintén szólva, nem gondoltam, hogy ez rossz ötlet lehet. Aznap este letöltöttem egy hangrögzítő alkalmazást a telefonomra, és lefekvés előtt az éjjeli szekrényemre tettem. Mivel egyedülálló voltam és egyedül éltem, már nem tudtam, hogy mit mondtam álmomban. Így alig vártam, hogy halljam, mit fog felvenni. Humoros módon indítaná az egyébként unalmas reggeleket. Két hónapon keresztül rengeteg nagyszerű dolgot rögzítettem. Egyik éjszaka különösen, folyamatosan sikoltoztam, szinte mintha menekülnék valami elől az álmomban. De néhány perc múlva azt mondtam, rossz a hűtő. Ezen nem tudtam abbajni a nevetést. A munkatársaim sem tudták, amikor megmutattam nekik. Végül az alkalmazás valami nyugtalanítót észlelt. A felvételt hallgatva egy hangos csattanást hallottam. Olyan hangja volt, mintha egy ajtót a nagy erővel becsaptak volna. Ezt hallva a szívem hatalmasat dobbant. Azon tűnődtem vajon egy betolakodó jutott-e be az otthonomba. A házam egy kis házikó volt a város szélén. Elhelyezkedése és kora miatt jó áron tudtam megvenni ezért néhány elemén már nyilván átjárt az idő. A felvétel meghallgatása után tudtam, hogy az egyetlen két ajtó, amely elég erős ahhoz, hogy ilyen hangos puffanást adjon ki a padlás és a pince ajtaja. A pincék és a padlások mindig is megijesztettek. Gyerekként sosem szerettem a közelükbe menni, és még felnőttként sem. Valahogy megrémítenek, az én házamban lévők még inkább. Valamiért az, hogy régiek még bajlósabbá tette őket. A félelmem ellenére meg kellett győződnöm róla, hogy senki sincs a házban. Felkeltem az ágyból, és egyenesen az alaksor felé vettem az irányt. Mivel az az ajtó volt a legközelebb a hálószobámhoz, tétován kinyitottam az ajtót, és leereszkedtem otthonom legmélyére. Ideges voltam, de kétségbe esettem, vágytam egy kis nyugalomra. Az alaksor üres volt. Gyorsan visszarohantam az első emeletre, és folytattam az utamat a padlásra. Amint elértem a padlás ajtót, megdermedtem. Bármennyire is a pincéktől kiráz a hideg, a padlás sokkal rosszabbnak tűnt. Talán azért, mert mindig is nagy ismeretlenség vagy számomra. Egész életemben csak egyszer voltam a padláson, és akkor is csak azért, hogy segítsek apámnak kipakolni néhány karácsonyi díszt. Még akkor is megijedtem. A fóbiám miatt, amikor beköltöztem, lakatot szereltem az ajtóra. Hülyén hangzik, de hé, hey, segít elaludni nekem éjszaka? Az ajtóra pillantva észrevettem, hogy a lakat még mindig zárva volt. Egy betalakodó bemehetett, majd kifelé menet újra bezárhatta, de legalább tudtam, hogy már nincs bent. Ez volt a kifogásom, hogy ne menjek be. Visszamentem a földszintre és elfelejtettem az ajt. Elfeledkezve a hangos csattanásról folytattam az éjszakai felvételt abban a reményben, hogy még több alvás beszélgetést elcsíphetek. Így is lett, de nem a vicces, hanem az abszurd fajtából. A zajt követő éjszakán egész éjjel csak annyit mondtam, hogy hol vagy? Nem törődtem vele, mivel már korábban is mondtam hasonló dolgokat álmomban. Csak a következő éjszakai felvétel hallatán riadtam meg. Ugyanezt mondtam. Hol vagy? Csak ezúttal a furcsa, statikusan költte. Ez furcsa volt, de a véletlennek és a telefon meghibásodásának könyveltem el. Hamar rájöttem, hogy egyik sem volt hibás. Ezután minden este szinte pontosan ugyanazt kaptam. Megkérdeztem, hogy hol vagy. Majd valamilyen statikus interferenciát kaptam. Nem tudtam megmagyarázni, és ez eléggé felzaklatott. Megmutattam a munkatársaimnak, de ők sem tudtak segíteni. Arra gondoltam, hogy nem veszem fel többet a hangomat, de a tudatlanság csak még jobban elbizonytalanítana. A végére akartam járni a dolgoknak. Aztán egy éjszaka valami mást fogtam ki. Figyelmesen hallgatva a hangot, két különböző dolgot hallottam. A felvétel egy két perces szakaszában a háttérben lépések hallatszottak, mintha valaki járkált volna. Nagyon halk volt, de határozottan ott volt. A másik dolog, amit hallottam, az volt, hogy feltettem ugyanazt a kérdést. Hol vagy? Csak hogy ezúttal választ kaptam. Halk suttogás volt, de ki tudtam venni, hogy mit mond. Az emeletem vagyok. A felfedezésemtől mélyen feldúltam, másnap este újra beállítottam az alkalmazást. Vettem a bátorságot és két digitális kamerát is felállítottam. Egyet a szobámban, egyet pedig a padlásajtóval szemben. Miután mindkettőnél megadtam a fénybeállításokat, magabiztosnak éreztem magam a megközelítésemben nem volt időm ezzel a baromsággal foglalkozni, ezért nem akartam mást, mint valahogy rendezni a dolgot. Sajnos számomra ez nem volt ilyen egyszerű. Átaludtam az éjszakát, mint általában, de volt egy furcsa álmom. Az álmomban otthon voltam. A kanapémon ültem és tévét néztem, amikor kaparászó hangot hallottam az emeletről. Természetesen azt hittem, hogy egerek, de ahogy ott ültem, a zaj egyre hangosabb lett. Végül szörnyű, kopogó hangá változott. Ekkor keltem fel, hogy megvizsgáljam. Felmentem a padlás ajtóhoz, és a zajok megszűntek. Egy pillanatig ott álltam, és vártam, hogy újra kezdődik. De nem így történt. Néhány percig teljes csend volt. Aztán minden figyelmeztetés nélkül egy hangos, kattogó hang törte meg a feszültséget. A retesz kinyitotta magát. És ekkor ébredtem fel az ébresztő óra hangjára. Azonnal felálltam és összeszedtem a kamerákat, valamint a telefonomat. Alig vártam, hogy lássam, megörökítettek-e valamit. Igen, felvettek valamit. De ez csak még több kérdést vetett fel bennem. A telefonom és a szobámban lévő kamera hangjának felénél ismét hallottam, hogy hol vagy. Nem volt válasz, és nem volt statikus zaj. De volt egy hangos csattanás. Pont olyan, amit legelőször elcsíptem, csak még tisztábban. Minden bizonyal egy becsapódó ajtó volt. Gyorsan felkaptam a második kamerát, és elkezdtem átnézni a felvételeket. A padlás ajtó nem nyílt ki, ehelyett a háttérben hallottam a csattanást, méghozzá nagyon halkan. Az egyes felvételek hangerejét tekintve úgy tűnt, mintha az alaksori ajtó lehetett volna. Miután átfutottam a többi felvételt és nem találtam semmi szokatlant, úgy döntöttem, hogy újra megnézem a pincét. Az idegesség és az adrenalin keverékével odarantam az alaksori ajtóhoz és kinyitottam. Lerontam a földszintre és felkapcsoltam a villanyt. Elegem volt és kissé bosszus voltam, mert azt hittem, hogy valaki valahogy a káromra nevet. Amikor azonban kigyúlt a szoba, egy bútorozatlan, pinceismerős látvány fogadott. Teljesen üres volt. Se betolakodó, se válaszok. A munkanap folyamán folyamatosan különböző forgatókönyveket játszottam végig a fejemben, de semmi sem volt értelmes. Az egyetlen logikus, bár kisé logikátlan magyarázat, amivel elő tudtam állni az volt, hogy egy szellem zaklat engem. Nem akartam engedni ennek az elképzelésnek, de kezdtem kifogni az ötletekből. Megpróbáltam újra beszélni a munkatársaimmal, abban a reményben, hogy majd ők elmondják, hogy nincs miért aggódnom ehelyett az ellenkezőjét kaptam. Az egyik munkatársam azt mondta, hogy hívjam a rendőrséget, és nézessem át a házat betörésre utaló jelek után. Egy másik azt mondta, hogy maradjak egy barátomnál. Bill azt mondta, hogy hagyjam el a házat, és meneküljek el a hegyekbe. Csak viccelt, de ettől nem éreztem magam jobban a dologban. A dolgok bizarra fordultak, amikor aznap hazaértem. Kinyitottam a ház bejárati ajtaját, beléptem és letettem a kabátomat a kanapéra. Aztán lekuporodtam, hogy megpróbáljak kikapcsolódni. Rögtön azután, hogy leültem, ismét hallottam a csattanást. Világos volt, mint a nap. Ugyanaz a hang volt, mint a hangfelvételen, de ezúttal személyesen hallottam. Felpattantam és egyenesen az alaksori ajtóra néztem. A kanapiról is látni lehetett, de egész idő alatt a látómezőmben volt. Bár nem néztem közvetlenül rá, eléggé biztos voltam benne, hogy nem mozdult meg. Mégis a csattanás határozottan abból az irányból jött. Megijedtem, de kíváncsi voltam, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem. Óvatosan odasétáltam és megvizsgáltam az ajtót. Semmi jel nem utalt arra, hogy becsapták volna. Az ajtó körüli fal érintetlen volt, és a padló sem karcolta meg semmi. Kinyitottam és lesétáltam az öreg nyikorgó lépcsőn, hogy harmadszor is megvizsgáljam a pincét. Miután leértem, felkapcsoltam a villanyt. Arra számítottam, hogy semmit sem fogok látni, akár csak korábban. Miközben balról jobbra pásztáztam a szobát, többnyire semmit sem láttam. Miután azonban kétszer is megnéztem, rájöttem, hogy valami nincs rendben. Előttem a túlsó fal közepén egy ajtó volt. Ettől végigfutott a hideg a hátamon. Az én pincémben nem volt ajtó. Ebben biztos voltam. Tudtam ezt már a lakás megvásárlása előtt is. Majdnem egy évvel ezelőtt, amikor először vettem részt a lakáskereső túrán. Akkor sem láttam ajtót, amikor korábban reggel vagy a minap lementem oda. Semmi értelme nem volt. Zavartan sétáltam felé. Nem voltam biztos az ajtó eredetében, de azt tudtam, hogy az ajtónak kell okoznia a hangokat, amiket hallottam. Nem volt más magyarázat. Ahogy közeledtem az előttem álló lehetetlenséghez, rájöttem valamire, amitől megborzongtam. Felismertem a fát, a dizájnt és a reteszt. Ez volt a padlásajtom. A padlásajtó meglátással sokkoló volt. Nem akartam kinyitni, mert féltem, mi rejtőzik mögötte. Ehelyett felszaladtam az emeletre és megnéztem, hogy a padlásajtó még mindig ott van-e. Valóban ott volt. Aztán visszarohantam a pincébe, de ott is csak azt láttam, hogy az ajtó odalent eltűnt. Vajon csak képzeltem a jelenlétét? Azt hittem, teljesen megőrültem. Visszamentem az emeletre és leültem a kanapéra. Az elmém őrült módon próbálta felfogni a dolgokat, de végül megadta magát a saját fáradtságának. Végül rövid szundikálásba kezdtem, és akkor újabb furcsa álmom támadt. Ez az álom hasonló volt az előzőhöz. A kanapén ültem, tévét néztem, amikor kaparászó hangot hallottam. Az egyetlen különbség az volt, hogy nem a padlásról, hanem a pincéből jött. Ez is tovább haladt, és egy mohó kopogássá változott, amit nem tudtam figyelmen kívül hagyni. Ezért felálltam a kanapéról, és lemetem a földszintre, hogy véget vessek neki. Álmomban az alaksor üres volt, sehol egy titokzatos hajtó. Ez és a kopogás és a kaparászás is abba maradt, amint beléptem. A végsőkig elkeseredve visszamentem az emeletre. A hang aztán visszatért, csak hogy ezúttal ismét a padlásról jött. Felrohantam oda, milyen gyorsan csak tudtam, de a zaj abba maradt. Bártam. Az előző álmom elbeszélését követve kattant a retesz, jelezve, hogy az ajtó kinyílt. Az előző álmommal ellentétben azonban az ajtó egy kicsit kinyílt, és egy kéz nyúlt ki belülről. Ekkor ébredtem fel. Az első álmot a túlfeszített elme melléktermékeként írtam le, de hogy újra megismétlődjön. Ez nem volt mindennapi, legalábbis számomra nem. A pincében lévő ajtó és a furcsa rémálmok között teljesen össze voltam zavarodva. Egyszerre tanástalanul és rémülten hívtam fel a barátomat John-t. John egy különc fickó volt. Az a fajta férfi, aki hisz az ufókban, szellemekben, összeesküvés elméletekben, okkultizmusban és más hasonló dolgokban. Nem csak hisz ezekben, hanem tanulmányozza is őket. Szkeptikus lévén mindig is úgy gondoltam, hogy az a hatalmas mennyiségű információ, amit megtartott, a haszontalanság határát súrolja. Meggondoltam magam, miután láttam, hogy a padlásajtón felbukkan a pincémben. Ha valaki tudott segíteni, vagy legalábbis a helyes irányba terelni, az ő volt. Néhány órán keresztül beszéltem Johnnal. El volt ragadtatva, miután meghallotta a tapasztalataimat. Elkezdte sorolni a különböző dolgokat, amikre szerint ez utalhat. Az elméletei között szerepelt egy féregjuk, egy átjáró a túlvilágra, sőt, még egy hiba is. Az egyik elmélet, amit ő is vall, hogy a világ, amelyben élünk, egy szimuláció. Elmondta, hogy nem lehet teljesen biztos abban, hogy mi az, anélkül, hogy saját szemével látná. Sajnos túl messze lakik ahhoz, hogy csak úgy beugorjon és meglátogasson. Ahelyett, hogy öreskézzel távozott volna, John adott néhány tanácsot, hogy mit tegyek a továbbiakban. Miután meséltem neki a hangról, amit elkaptam, és az álmaimról a szellemötlet felé kezdett hajlani. Úgy gondolta, hogy talán megpróbál kommunikálni vele. Emiatt azt mondta, hogy állítsam fel a hangrögzítőt a pincében, és tegyek fel néhány kérdést a szellemnek. Utána lejátszhatnám neki a felvételt és meghallgathatná a hangot. John azt mondta, hogy ezt a padláson is meg kellene tennem. Bár fáradt voltam a módszereitől, azt mondtam neki, hogy kipróbálom. Elvégre nem ülhettem csak úgy itt, és nem várhattam, hogy a helyzet magától megoldódjon. Nem tetszett az ötlet, hogy egyedül menjek fel a padlásra, de valamit tennem kellett. Miután letettem a telefont, azonnal megvalósítottam a tervét. Először az alaksornak kellett következnie, mivel még mindig tartottam attól, hogy felmegyek az emeletre. Beállítottam az alkalmazást és letettem a telefonomat a pince padlójára. Elkezdtem a kérdések feltevését. Elég helyet hagyva közöttük, hogy valaki vagy valami válaszoljon. Olyan normális dolgokat kérdeztem, mint a neve, a kora, vagy hogy mit akar? Nagyjából 5 perc kihallgatás után megállíthatom a felvételt, és lejátszottam. Legalább vagy egy milliószor meghallgattam a saját hangomat, remélve, hogy valamit hallani fogok. Legnagyobb megdöbbenésemre semmi ilyesmit nem találtam. Úgy tűnt, hogy valóban a padlás lesz a következő vállalkozásom vonakodva másztam fel a lépcső napadlás ajtóhoz. Néhány pillanatig néztem, majd mély levegőt vettem, és kinyitottam a reteszt. Kinyitottam az ajtót, és kitámasztottam magam. Nem volt ott semmi, kivéve az előző tulajdonos holmiát. Amikor először vettem meg a házat, úgy szólván fel kellett újítanom egy kicsit. Az előttem lakó tulajdonosnak nem volt kábel tévéje, villanya, vagy megfelelő vízvezetéke. Ráadásul minden holmiát hátrahagyta. A legtöbbet elszállítottam, de mindent, ami a padláson volt, meghagytam. Nem volt szükségem arra a helyre, és nem akartam több pénzt fektetni a ház kiürítésébe, mint amennyit kellett. Egy darabig nézelőttem a padlás árucikkei között. Kíváncsi voltam, hogy mi az, ami technikailag az enyém. Az érdekes tárgyak közül kiemelkedett számomra egy régi, párizsi képeslap, egy furcsa kinézetű kutyanyagkörv és egy boszorkányságról szóló könyv. Az új gyűjteményem tartalmának átnézése közben eluralkodott rajtom a félelem. A ferde mennyezet, a régiségek és az udvaromra néző egy ablak valóban adott egy adok bájt a helynek, de még mindig nem szerettem a padlásokat. Gyorsan megnyomtam a felvétel gombot az alkalmazáson és letettem a telefonomat a padlóra. Ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, mint korábban, de nem hagytam annyi helyet a kettő között mert tényleg ki akartam onnan jutni. Mielőtt leállítottam volna a felvételt, támadt egy gondolatom. Talán a szellem válaszolna, ha ugyanazt a kérdést tenném fel neki, mint álmomban. Megköszörültem a torkomat és megkérdeztem. Hol vagy? Miután feltettem az utolsó kérdést, megállítottam a felvételt és lejátszottam. Majdnem ugyanúgy hangzott, mint az, amit a pincében rögzítettem, kiegészítve a válaszok hiányával. Egészen a legvégéig. Miután feltettem az utolsó kérdést, egy ismerő halk suttogást hallottam. Mögötted. Miután meghallottam a hangot a telefonomon, azonnal megfordultam. Nem volt ott semmi. Ennek ellenére gyorsan leléptem a földszintre. Az a hátborzongató hang megerősítette a parlás fóbiámat. Nem bírtam tovább elviselni, hogy egyedül legyek abban a házban. Újra felhívtam Johnt, és könyörögtem neki, hogy segítsen nekem. Mondtam neki, hogy adok neki benzinpénzt a nyolc órás oda-vissza útra. Először vonakodott, mert tudta, hogy itt kell töltenie az éjszakát, és másnap reggel Szabit kell kivennie a munkahelyéről. A kíváncsiság végül felülkerekedett rajta. Hosszas mérlegelés után beleegyezett, hogy átjöjjön. A kocsimban vártam Johnt. Miközben ott ültem, nem tudtam nem megvizsgálni a házamat. Olyan kérdéseket kezdtem feltenni magamnak, mint például, hogy tényleg kísértet járta-e, léteznek-e a szellemek. És a kedvencem, hogy jó helyre jutott el az életem. Bár a kérdések spekulatívak és retorikusak voltak, a válaszokat nagyjából tudtam. Ahogy csalódottan bámultam a ház felé, a szemem sarkából észrevettem valamit. Egy sziluett volt, amely a padlás ablaknál állt. Szent szar, mi a francos, most mit csináljak? Ezek voltak az egyetlen válaszreakciók, amelyek eszembe jutottak, miután megláttam az árnyékszerű alakot. Néhány pillanatnyi bámészkodás után az alak visszalépett az ablaktól teljesen eltűnve a szemem elől. Távozása után néhány percig ott ültem, és töprengtem rajta. Egy bátor pillanatban úgy döntöttem, hogy visszamegyek a házba, és felmegyek a padlásra. Őrültség tudom, de ez az én házam, és meg kellett mutatnom ennek a valaminek, hogy nem érdekel a játéka, még ha halára is rémültem. Különben is John a fejemet venné, ha nem követném azt az átkozottat. Magabiztosan, de még mindig remegve merészkedtem fel a padlásra tétovázás nélkül kinyitottam az ajtót, és úgy léptem be, mintha az enyém lenne a hely. Elvégre az enyém volt. A padláson nem voltak szellem alakok, de a gyertyaviasz halvány illatát éreztem. Nem tudtam, hogyan tovább, ezért hangosan és határozottan beszélni kezdtem. Ez nem a te házad, elegem van a szoros játékaidból szellem. Követelem, hogy azonnal távoz. Tudtam, hogy ez nem fog működni, de szinte katartikus volt. Sokkal jobban éreztem magam, amikor visszavágtam elégedetten sétáltam körbe a padláson, elégedetten a szónoklatommal, és arra gondoltam, hogy valóban legyőztem a félelmemet. Önelégült viselkedésem nem tartott tovább néhány pillanatnál. Nem sokkal azután, hogy megszólaltam, egy szélök és a padláson, és úgy csapott le rám, mint egy busz. Majdnem felborított. Tudtam, hogy ez a szellemműve. Próbáltam helytállni, de rohadtul megijedtem. Néztem, hogy minden körülöttem repült, emléktárgyokból álló tornádót alkotva. Már éppen visszavonulni készültem, amikor észrevettem valamit, ami egy centit sem mozdult. A boszorkánságról szóló könyv volt az, amit már korábban is láttam. Amikor észrevettem a szél, megmagyarázhatatlanul elállt, és minden a földre zuhant. Odasétáltam a könyvhöz, kíváncsi voltam, miért maradt mozdulatlanul. Ahogy ezt tettem, magától kinyílt, megdöbbentő volt, de valahogy nem éreztem benne rossz indulatot. Kezdtem rájönni, hogy a szellem talán tényleg kommunikálni próbál velem. Az oldal, amelyen a könyv landolt, egy varázsige volt. Az egész latinul volt, de amennyire ki tudtam olvasni, valami köze volt a növénytermesztéshez. Zavarodottan fordultam a szellemhez segítségért. Mit akarsz, mit tegyek? Miután feltettem a kérdést, a padlásajtó becsapódott. Egy pillanatig gondolkodtam, és arra jutottam, hogy azt akarja, mondjam el a varázsigét a padláson. Még mindig zavarban voltam, de valahogy megnyugodtam. Úgy éreztem, mintha valamilyen módon segítenék a szellemnek. Mielőtt felolvashattam volna a könyvből, megszólalt a telefonom. Egy üzenet volt Johntól. Nagyon-nagyon sajnálom, nem tudok átmenni. A főnököm nem ad holnapra szavannapot, és nem biztos, hogy a kocsim oda-vissza bírja. Kicsibb eseten új gomikra van szükségem, és péntekig nem tudom megvenni azokat. Akkor hív vissza, és meglátom, mit tehetek. Sok szerencsét! A francban! Bár már nem voltam kiakadva, jó volt tudni, hogy valaki úton van hozzám. Arra az esetre, a dolgok rosszra fordulnának. Nem tetszett, hogy egyedül voltam. Beletörődtem ebbe, és visszafordítottam a figyelmemet a könyvre. Itt volt az ideje, hogy átadjam a varázsigét. Megköszörültem a torkomat, és elkezdtem előadni a könyvben lévő szöveget. A főiskolán tanultam latint, és bár nem tartotta meg az összes információt, eleget tudtam ahhoz, hogy helyesen ejtsem ki a szavakat. Bizonyos részeknél még így is megbotlottam a szavaimban. Emiatt néhányszor újra kellett kezdenem jól akartam csinálni, főleg ha tényleg ezt akarta a szellem. Miután nagy részt hibátlanul befejeztem a varázslatot, kinyílt a padlás ajtó. Kimentem a könyvvel a kezemben, és azon tűnöttem, vajon vége van-e mindennek. Amikor elértem az alsó lépcsőfokot, befordultam a sarkon, és gyorsan kiderült, hogy nem. A pince ajtó tárva nyitva volt. Ismeretlen területen jártam, egy szellemtől kaptam parancsokat, de reméltem, hogy jól követem a példát. Az alaksori ajtó nyitva hagyása meggyőzött arról, hogy valószínűleg ott is el kell mondanom egy varázsigét. Még mindig nem voltam biztos benne, hogy miért, de úgy éreztem, hogy ez a szellem akarata. Így hát engedelmeskedtem. Lesétáltam a könyvvel a pincébe és felkapcsoltam a villanyt. Egy gyors körbepillantásból kiderült, hogy egyedül vagyok, és hogy nincs ajtó. Még egyszer megköszörültem a torkomat, és elkezdtem elmondani a varázsigét, szóról szóra. Őszintén szólva egy kicsit izgatott voltam. Úgy éreztem, mintha valami produktív dolgot tennék a szellem problémámmal kapcsolatban, és hogy ez talán tényleg segíthet megszüntetni azt. Ezúttal elsőre sikerült felolvasni a varázsigét. Miután befejeztem a varázsigét a pincében, a ház remegni kezdett. Amikor azt mondom, hogy a ház akkor az egész házra gondolok, a pincével együtt. Soha nem tapasztaltam még földrengést, de ez tűnt az egyetlen logikus magyarázatnak arra, ami történt. Csak akkor jöttem rá, hogy a varázslat okozta, amikor az őrület közben körülnéztem a szobában. A túlsó falon a ház többi részével együtt remegett a padlásajtó. Azon tűnődtem, vajon a varázslat idézte el meg valahogy, és ezzel egyidejűleg a ház is megingott. A remegés végül abba maradt, és az ajtó ott maradt ami megerősítette az elméletemet. Vártam néhány percig, azt hittem, az ajtó majd kinyílik, de nem nyílt ki. Úgy tűnt, hogy ezt nekem kell majd megtennem. Nem örültem neki túlságosan, de már túl messzire jutottam ahhoz, hogy most meghátráljak. Összeszedtem magam és az ajtóhoz sétáltam. Félelem nélkül lendítettem ki, ahogy az emeleten is tettem. Az ajtó mögött meglepetés fogadott. A padlás volt az. A padlás az emeleten. Minden ugyanolyan volt, csak egy férfi állt az ablaknál. Amikor meghallotta, hogy kinyitom az ajtót, megfordult. A szemét tágra nyíltak, amikor meglátott engem. Olyan gyorsan rohant felém, hogy még arra sem volt időm, hogy egyetlen lépésnél többet hátráljak. Peront az ajtó nyíláson át a pincébe. Visszafordult és becsopta a padlásajtót, ügyelve arra, hogy bezárja a reteszt. Felém fordult, megragadta a vállamat, és a szememben nézett. Zavarba jöttem, és féltettem az életemet. Köszönöm, nagyon köszönöm. Miután kifejezte a köszönetét, a férfi elengedett és felszaladt az emeletre, de csak azután, hogy visszafordult és tanácsot adott nekem. Bármit is teszel, ne menj be oda. A padlás ajtó felé mutatott, mielőtt felszaladt az emeletre. Utána futottam. Fel akartam tenni néhány kérdést, de mire felértem, már túl késő volt. A bejárati ajtóm nyitva volt, és láttam, ahogy a földúton fut a város felé. És ennyi volt. Azóta minden éjjel úgy alszom, hogy nem hallottam semmilyen zajt vagy paranormális problémát. Még a kamerákat és a hangrögzítőt is beállítottam néhányszor, hogy megbizonyosodjak róla. Semmit sem rögzítettek. Nem tudom mi a fene történt, de egy dologban biztos vagyok. A férfi, aki kiadt a padlásajtó mögül nem szellem volt, hanem egy élő, lélegző ember.